Yo hablo con Sziasztok! Nézd ki, Bandi, ablakod a kum! Na, más kezdjetek addig, jó? Amíg állunk a fagyére. Kezdjétek a röplén mondanat, jó? Köszönöm, Klaus, ezt szépen el tudom kezdeni. Ja, Klaus, ja. Én nem énekel, az csak két hangot szoktam. Én énekel, ja. Jöjjenek be, aki szólják, mert ezt tudja. Repülj, madár, repülj, men a sárra repülj. Édes halambónak, gyerekek vágyat. Nagyon jó! Igen sok nyáron voltam itt, ugye Józsi Idevalósi, és vagy hatodik vagy hetedik nyarat töltöttem itt, amikor kezdtem megismerni a gyerekeket. Ugye volt benne olyan időszak is, amikor még iskolába jártak, és a házunkkal szemben van az iskola, és ott volt egy csomó fiatal gyerek, és nyaranta mindig azt láttam, hogy nem nagyon van dolguk, nem tudnak mit csinálni, nincs játszótér a faluba. És akkor az volt a terv, hogy megpróbáljuk ezt a tábort összehozni. Figyelj! Kérdezgettünk itt embereket, akiket láttunk, hogy esetleg segítőkészek vagy módosabbak, hogy mivel tudnak hozzájárulni a táborhoz. És hát azóta ez már annyira feldúsult, hogy tulajdonképpen minden szülő rengeteget segít. Nem csak anyagi támogatást adnak hozzá, hanem tárgyi dolgokat. A díszlethez szinte mindent kaptunk, tehát pénzünk nincsen venni. Mindent összehordtunk, a szülők adják össze a báláktól kezdve az összes tárgyat, és van egy varrónő, aki az idén már segített varni is. Végülis a reggelit, vacsorát mindig összehordják, lekvárokat, dinnyéket, tojást. Tehát amit tudnak, azt mindenki lehetőségei szerint megteszi a táborért. Erci, milyenre gondoltál? Nagyon jó, nagyon jó. Ügyesek vagytok. Majd holnap még gyakoroljuk, de ez nagyon jó ahhoz képest, hogy most tanultátok. Szuper.
és senki ne izguljon, mert mindenkinek mindene meg lesz. Azért kell lassan menni, mert most a Kami bácsi először csinálja, Gáborék is megpróbálják megnézni. Jó, tehát lassan, türelemmel és semmi nem kell izgulni, még van két nap, és szinte már mindenkinek van cucca. Színjátszótábor nagyon nem fogja őket izgatni. Egyáltalán lesz-e annyi gyerek, lesz-e annyi fiú, mert általában ilyenkor a lányok szoktak jelentkezni, és azon aggodalmaskodtam, hogy hogyan lehet egy színdarabot majd kiosztani, mit lehet csinálni. De olyan nagy szerencsénk volt, hogy már az első évben gyakorlatilag összejött majdnem 20 gyerek. Kedves becsvölgyei lakosok, szeretettel meghívjuk Önöket 2014. július 18-án a becsvölgyei falunkban. A becsvölgyei színjátó, becsvölgyei színjátó, a világ közepe, ahol a gyerekíró történet. Szia, mama! Mindenki szeretettel várunk, ha tudnak, jöjjenek el! Jó munkát! Ami közös dolgunk, amiket mi csinálunk otthon Jóskával, azt gondoltam, hogy itt ezt meg lehetne mutatni. Hogy ő dolgozna velük a jelmezeken, a díszleten, én meg tanítanék nekik egy színdarabot. Ebben megyen át. Ez ilyen lukacsos. Jó, hogy nehéz legyen. És jó sokat hozzá. Nem is az a cél, hogy bárki színész legyen. Meg lehet, hogy nem is izgatja ez őket, de annyiban biztos nagyon jó, hogy legalább valahol elmerik mondani a gondolataikat, vagy kimernek állni 5-6 ember elé, és talán egy kicsit jobban beszélnek. Hiszen annyira más dologban vannak itt a faluban, rendkívül ügyes fiúk vannak, mindenki mindenhez ért, ugye, mert tudnak fát vágni, erdőt járni, tárgyakat készíteni, de pont ez a része, ami valamennyire egy kulturális dolog, azt úgy láttam, hogy nem nagyon működik. Van bodze? Itt van még kettő. Na, majd a többit otthon megcsináljuk. Kell, már nem fognak látni. Mindenképpen azt látom, hogy fejlődnek is. Ennek megfelelően próbálok egyre nehezebb dolgokat kitalálni. Tehát, hogy gondolkodnak már a szerepükön, meg azon, hogy milyen jellemeket játszanak. És hogy talán most azt is megértik, hogy a környezetükben ismernek ilyen embereket, és hogy azt próbálják megfogalmazni, akik itt a falubeli emberek. Hiszen mindenkire találnak példát. Szóval úgy érzem, könnyebben megy nekik.
ha odafigyelnek. És az Enikő jól rendezett benneteket? Nagyon. Igen? Ez nagyon egyértelmű volt. Nem volt szigorú? Kicsit sem, nem? Még mindig sőt, egyre ott. De jó. És egyébként így akkor mindannyian itt szerettek szerepelni? Tehát így könnyen kiálltok színpadról közönség elé? Az nem okozott problémát senkinél, hogy... Tehát senkinek nem volt picit így gátlása, vagy nem volt félsz benne, hogy fú, most kiáll is. Az első táborban nagyon izgultunk, a második már ja, akkor már rutinosabbak volt. Nem ettetek? Remektünk. Ja, remektetek, azt hittem nem bírt. De most már könnyen megy, már tudjuk, hogy... Meg hogyha a faluból mindenkit is meg így összeszólítják. Akkor én elkezdtem, jó? Majd utána is lesz beszél, meg majd este elbúcsúzkodom, akkor sem tartok semmi nagy beszélet, egyszerűen én már kezdtem. Én az éva, én nagyon szépen köszönjük. Nem rontotta őket el a város élet. Úgy látom, hogy mindenhol szeretem a gyerekeket, de itt sokkal jobb van. Mert hogy sokkal tisztábbak, és sok minden nincs még, ami egyébként Budapesten, vagy akár egy nagyvárosban történik velük, és nyilván szegényeknek ahhoz kell alkalmazkodni. Tehát szélesebb látókörű gyerekek, és sokkal nyitottabbak a világra, vagy az életre, mint azok, akikkel együtt dolgoztunk, vagy akár akikkel ti is dolgoztuk Pesten. Nekem mindenképpen sikerélmény. A tábor odaadó támogatói minden évben a szülők. Azt gondolom, hogy ebben a formában tud működni, ahogy mellé állnak a lebonyolításhoz, az étkezéshez, az utaztatáshoz. Rendkívüli módon partnerei voltak a tábor szervezőknek a szülők. Süteménnyel, pogácsával, kalácssal, nem tudnám sorolni, gyümölcsel, utaztatással, varrással, a díszletek varrásában, és hát sorolhatnám. Azt gondolom, hogy minden, amit látni fogunk, magáért beszél, mert ez különben szerintem normális körülmények között hosszabb ideig kellene, hogy létrejöjjön, de két hét alatt összeáll. Jó lenne ezt még sokáig csinálni, meg a reményem az is, hogy egyszer majd egyikük felnő, és azt mondja, hogy ő majd csinálja tovább. Hogy egyszer csak majd kinő két-három táborvezető, és azt mondja, hogy most ő talált ki valamit, mi meg csak nyugodtan jöjjünk vendégnek. Ez volna jó. Vagy hogyha ők kérnék, hogy legyen, és akkor a nagyobbak majd nem sokára 20 évesek, mondjuk 5 év múlva, és akkor azt mondják, hogy na innentől csináljuk mi. De hát nagyon-nagyon sok minden hosszú távú tervünk van ezzel, hogy mondjuk olyan 10 évre előre, amíg fel nem nőnek. Jó lenne csinálni, én nagyon szeretem. Rab vagy, Rózsám, rab vagy. Én meg beteg vagyok. Mikor eljössz hozzám, akkor meggyógyulok. Magán lesz,
és tavaly előtt is. Szívből büszkék vagyunk ezekre a gyerekekre, csodálatos volt megint ez a két hét. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehettünk. Köszönjük! Akkor kérdezem, hogy most ezt a te is följött itt a Na, érted, azt van, hogy